Szeretettel köszöntök mindenkit a mai darmabeszéden. Megköszönöm Péter gyönyörű bevezetőjét, amely nem csak az együttérzés energiájáról volt nagyon érdekes, hanem azért, mert gondosan elkerült, hogy bármit mondjon az enről. Tehát az egyetlen egy madárcsicsérgés volt az, ami a tanítást becsempészte, és ez nagyon óvatos és nagyon gyönyörű mozdulat volt, ezt köszönöm. Mert kiderül, hogy a tanítás teljesen transzparens, és tényleg olyan, mint a tiszta tér. Nincs benne sem szent, sem közönséges. Úgyhogy, ha van kérdésetek az ilyesféle tanítást illetően, vagy a gyakorlat és az életkapcsolatát illetően, akkor ezt tegyétek fel bátran. Azt szeretném megkérdezni, hogy világi gyakorlóként meddig lehet eljutni Butha tanításának realizálásában. És ezt azért kérdezem, mert Butha, ugye hátrahagyott mindent, és nem is tért vissza a világi életbe. Tehát gondolom nem véletlenül. Honnan indul a világi tanító tanulmányainak kezdetekor? Nem tudom. Akkor szerinted innen hová juthat el? Sehova. Rossz. Hallottad a tanítást a bevezetőben. Mit hallasz most? Madácsi Mit csinálsz most? Kérdezek. Ennyi. Tehát a pillanat az egyetlen, amink van. Ebből indulni és ide visszaérkezni, ez egy óriási munka. Ahogy régen a kínai bölcsesség mondta, hogyan találhatnád meg azt a bikát, amelyiknek a hátán ősz. Hát itt a kereső és a keresett az ugyanaz. És ezért is mondta egy másik kínai bölcsesség, hogy ha abba hagyod a keresést, akkor biztos, hogy megtalálod azt, amit keresel. Hát amikor azt mondjuk, hogy nem tudható, nem mozduló, nem keletkező és nem szűnő, akkor pontosan erről van szó. Tehát nézd meg, amikor a vallásnak vagy a szellemi útnak tárgya van és kitűzött célja van, hogy Ávárosból B városba, miket elkövetünk azért, hogy odaérjünk. A cél szellemiségével teljesen ellentétes és borzasztó dolgokat is elkövetünk, csak azért, hogy elérjük. Mondván, hogy a cél szentesíti az eszközt. Itt nincs ilyen az eszközválasztáson múlik, hogy milyen célt érsz el. Tehát az, hogy visszajuss igazi önvalódhoz, semmi más nem kell tenni, csak ne bocsássuk ki magunkból a téves nézetek garmadáját, és ennek nyomán a kabzsiság és dű különböző rusnya avatárjait. Ez nem függ attól, hogy van haja fejeden, vagy sincs. Úgyhogy a buddha szerzetes volt, de már az ő korában voltak világi gyakorlók, sőt tanítók is, Vimalakirti volt az egyik. Úgyhogy ha a Vimalakirti Nirdésasszútrát valaki elolvassa, akkor betekintést nyerhet abba, hogy ő pontosan mit tanított. Egy helyet szeretnék tőle idézni. A buddha és a közelebbi tanítványok összeültek, és a buddha megkért mindenkit, hogy a nem kettősséget fejezze ki nagyon sok tanítvány gyönyörű bölcsességet mondott, hogy a szamszára és a nirvána nem kettő. Szenvedés és megvilágosodás nem kettő. A jó és a rossz eredetileg nem kettő. És ment végig a mondás, és egyszer csak odaérnek Vimalakirtihez, és megkérik, hogy tiszteletre a világi tanítvány, kérlek fejezd ki azt nekünk, hogy mi a nem kettő. És erre Vimalakirti válaszolt. És a buddha elismerte a válasz helyességét, sőt a legjobbnak tartotta. De ha ragaszkodsz a csendhez, az is hiba. Egyéb kérdés? Hát, hogy a csendről szeretnék pont kérdezni, hogy a, a csend elvonulás, annak milyen más hatásai vannak, mint például most, amikor tudunk egymással beszélni, meg, meg több kapcsolat van a tanítványok között. Bizonyos dolgokat gátol, bizonyosokat serkent. Gátolja például azt a hihetetlen mennyiségű projekciót, amit pillanatról pillanatra egymásra vetítünk a beszédünkkel és a beszédünkben kódolt szokásokkal. És serkenti azt a fajta szavakon túli megismerést és tapasztalatot, amelyet csak akkor nyerhetsz el, hogyha egyszer van bátorságod elhallgatni, és közösen végigcsinálni egy csendes zengyakorlatot. Van egy régi idézet egy szútrából a szó és a beszéd ösvényei lezáratnak, a tudat folyamatok megszűnnek. Ez nem hangzik jól. Ha beszélünk, a tudat állandóan mozog, állandóan létrehoz valamit, állandóan manifestálja a saját karmáját a beszédben. És innentől kezdve nincs megszabadulás teljes mértékig. Egy koreai szerzetes tíz évig volt csendben fizikailag, hogyha valaki kommunikálni akart vele, azt meghallgatta, de ő nem beszélt, egy ilyen kis füzetet hordott itt spagócán a nyakában, és írta tollal, hogyha valakinek akart valamit, pár év múlva már az se kellett, mert minek? Tíz év, és elérte a felébredést. Az a tábor, amit itt tapasztaltok, az pontosan arra jó, hogy megtapasztaljátok az zen járművét beszédes, ismerkedős, társalkodós, tanácsadó üzemmódban. És erre nagyon nagy szükség van. Ekkor látod azt, hogy valójában hogy működik a rendszer, és amikor egy csendes napi 8 óra meditációt tartalmazó elvonulás van, akkor már számodra ismert, hogy ez hogy működik alapjaiban észrevettük, hogy nulláról százra egy lépésben nem lehet föllépni. Tehát kellenek azok a köztes gyakorlatok, amelyek megismerhetőbbé, megszokhatóbbá teszik az egészet, és ezért az emberek nem kapnak rögtön ilyen zen sokkot, hogy mi mindent kell egyszerre elsajátítani, és még csendben is kell maradni közben. Tisztában vagyunk vele, hogy ennek az eredete kolostori műfaj, templomi műfaj és az csak a 20. század hatalmas világfelfordulásának a terméke, hogy ez nyugatra jött, kijött a templom falai közül, és világiak milliói kezdtek el érdeklődni utána, teljesen más szellemiségben, mint ahogy az korábban, Koreában, Kínában, Japánban és egyéb a országokban történt. Elsősorban nem vallásos érdeklődés vonza az embereket a buddhizmus és a zen iránt a mellett, hogy a transzcendens aspektusából lehet vallást csinálni, semmi gond, lehet. De nem ez a cél. Ezért sokkal inkább a modern pszichológiával, ismeretelmélettel, egyéb ilyen egészségtanokkal tart rokonságot, semmint bármilyen tételes vallással. Úgyhogy az út járható, az ösvény nyitott, rajtunk múlik. Egyébként, kérdés? Említetted, hogy a, a, beszéd által projektálunk, téves nézeteket váltunk esetleg, vagy és hogy ezáltal így, így karmát gyártunk, viszont amikor nincsen beszéd csend van, az, az, egy külső csend, és a gondolat az ugyanúgy beszél belül, és sokszor ugye pont amilyen állapotban, legalábbis most akkor magamról beszélek, tehát hogy amilyen állapotban vagyok, azt tükröztetem vissza a másikkal, de hogy az is egy, egy, téves út, vagy, vagy az is egy, egy ilyen keszekusza ösvény tud lenni, és, és, akkor és mivel megy ez a belső beszéd, ezáltal ugyanúgy karmát mélyítek, vagy nem tudom, hogy mi a, mi a különbség, vagy, vagy hogy lehet ezzel dolgozni. Hatalmas a különbség. Hogyha meghatározod magadnak, hogy nem vetíted rá senkire, akkor belül előbb-utóbb ez az elképesztő meg és belső ugye, diskurzus, ez elhallgat. De ha állandóan kifelé vetíted, és oda-vissza a külvilágban megjáratod partner és köztet, csoport és egyén között, nincs az a gyakorlat, ami a meghaladó bölcsességet elhozhatja. Óriási energiákat veszel a beszéd és a gondolkodás és az állandó érzelemformálás. És hogyha ezeket az energiákat nem viszed vissza a keletkezés helyére, akkor nem éred el azt a kritikus tömeget, amely egy tisztá tudattá össze állni. Úgyhogy nincs egyenlőség jel a belső és a külső diskurzus között. Hogyha az ember betartja a csendes elvonulás szabályait, akkor energia szint emelkedéssel és tudatminőség emelkedéssel távozik. Ha nem, akkor nem. Baja nem lett, mint ahogy abból sincs baj, hogyha egy repülőgép fél órán, egy órán keresztül taxizik a reptéren. De attól még nem szállt fel, és nem érte el a célját. Ezért tessék észben tartani, hogy a beszélgető tábor az nagyon jó, szokjuk meg, hogy hol vannak a villanykapcsolók, és hogyha szeretnél intenzívebben gyakorolni, akkor gyere el egy olyan elvonulásra, ahol tényleg az összes kabinajtót becsukjuk, mindenki azza magát, betartjuk a formát, a gép felszáll, és utazó magasságon végigmegy. Ezért van ez a gyakorlat, és hogyha megfelelő tapasztalással bírsz, akkor nem kérdés számodra, hogy ez működik-e vagy sem. És nem egyértelmű, hogy mindenkinek ez az útja. Szerencsére. Tehát sokfélek vagyunk, sokféle irányvonalat követhetünk, és én kívánom azt, hogy mindenki találja meg a megfelelő tanítót, tanítást és tanítványi közösséget. De az ön tapasztalása nagyon közvetlen. Nincs köztes réteg. Nincs ami vagy aki legyengítse az utat, a tapasztalást ezért tesszük ezt. Ha több lépésben, akkor úgy, ha egy lépésben, akkor úgy. A kérdésem az az lenne, hogy a meditáció közben ugye a tudati szennyeződés az milyen szinten van jelen. A, igazából arra gondolok itt most, hogy van olyan meditációs ülés, ahol teljesen rendben van fizikailag minden, máskor meg a poklot járom meg. Térdbe, bokába, zsibbadásba, még egy következő ülésnél például éppen meg ezek nincsenek. Ha csak a testfáj az a könnyebbik része, amikor a lélekfáj a sokkal rosszabb. Ugyanis a meditációban tudatosodás következik be, az éberség szintje emelkedik, a tudat eredeti tiszta tükörtermészet elkezd működni, és a nem azonosulás ugye mozzanata bekövetkezik. Így az illúzióvesztés mozzanata is. És amikor az energiaszinted megemelkedik, akkor a csível finanszírozni tudod a test összes igényét. Amikor viszont elmegy az energiád, mert a karmád elvitte, hogy hirtelen összeesel, száz évet törekszel az összes izületet, fáj és minden bajod van. És ez egy napon belül akár többször is. És most fogsz egy furcsát hallani tőlem, így áll eleget. Tehát, hogyha nincs elég folyadék a szervezetben, az összes salak agyilag, szívileg, fizikailag mindenki jön. Úszon az a zenhalacska. Tehát így áll elég folyadékot. Ez az első, és ez nagyon-nagyon világos. Tehát nagyon sok templomot látsz a semmi közepén, de olyat, hogy ne legyen forrásvíz a templom egy-két órás járótávolságán belül, olyan nem volt. Általában patak mellé, vagy forrásra épült. Amikor az ember karmája különböző hátraszaltókat végez, akkor megtanulsz nem mozduló testtel és nem mozduló tudattal ülni. És ekkor bekövetkezik az a tisztulás, amely más úton nem nagyon következhet be. A fájdalom is és az öröm is jön és megy. Ebből tudjuk, hogy nem ezeket keressük. Azt keressük, ami nem jön és nem megy. Az az érdekes, hogy az eredeti tiszta tudatunk csak az ilyen tapasztalatok által válik nyilvánvalóvá. Itt csak ez van. Kinek kevesebb, kinek több fájdalom, de jobb az elején túl lenni ezeken, és akkor nem táplálunk illúziókat az ösvény iránt, meg magunk iránt, meg nem festjük ilyen különböző rózsaszín, lótusz, círmokkal teli a buddha szobrot, meg hasonlók. Jó? Az én kérdésem az lenne, hogyha kezdő gyakorlóként eljöttünk egy ilyen hétvégére, és uh, szeretnénk folytatni, akkor ezt hogyan tudja megtenni valaki? Tehát uh, a meditációkat kellene otthon folytatni, ha igen, akkor mit várhat el az ember magától, vagy milyen, egyáltalán mi az út, amin el lehet indulni? Egyrészt az otthoni rendszeres gyakorlás és a templomi rendszeres gyakorlás az, amely így egyben az utat, mint formát jelenti. Nagyon fontos az, hogy rendszeres gyakorlat legyen, de az, hogy a lélek az utat járja és valóban tudatosodjon és a felébredést óhajtsa, ez megfelelő érettség kell belül. És enélkül az érettség nélkül ez nem fog menni. Tehát elég tapasztalás kell, és az a fajta belső őszintesség, amely nem elfedezi a világ természetét és a magam miben létét, hanem egyre jobban látja, és egyre jobban tisztában van a valósággal kívül is, belül is. Tehát az úton való haladásnak van egy megfoghatatlan része, és ez az a szomj, az az akarat, amely a felébredés felé visz. Ezt nem lehet kívülről megadni, nem lehet formába önteni de külső forma nélkül viszont nem lehet gyakorolni. Tehát javaslom, hogy otthon rendszeresen meditálj, meditáljatok, hogyha szeretnétek. Javaslom azt is, hogy a tanítóval, tanítással, tanítványi közösséggel maradjon élő kapcsolat, mert anélkül átmegy sufni tuningba az egész. És innentől kezdve, hogyha az otthoni és a templomi gyakorlat egyensúlyban van, akkor az egyén és a közösség is egyensúlyban van. És ekkor már csak a tapasztalatokat kell a megfelelő helyre tenni, és eljön az a nap, amikor azt mondod, hogy jó, akkor most belehúzunk, és jelentkezem egy több hetesre. A tudat természetes sebességével kell haladni, nem túl lassan, nem túl gyorsan. A legfontosabb az, hogy ne tagadd meg a kérdezést. Ha van egy belső kérdésed, tedd fel. Az előbb azt mondtad, hogy sokkal nagyobb baj az, hogyha a lélek fáj, mint a test. Valami ilyesmit. De igazából engem a lélek fájdalma érdekelne, és de te sokszor használod azt, hogy tudat, és ezt, hogy lélek, ezt én személyesen eddig kevesebbet hallottam. De engem érdekelne ez a lélek fájdalma, és az, hogy hogyan van ez a lélek meg a tudat. Mi a lélek, mi a tudat? vagy ennek a kapcsolata, vagy... Oké. Okay. A lélek fájdalma az, amikor nem bírod elviselni, hogy ki vagy. Vagy nem bírod elviselni, hogy a másik kicsoda, vagy nem bírod elviselni azt, hogy ez a világ működik. Ez a mélységes kizökkentség, összeférhetetlenség, egy feloldhatatlannak tűnő konfliktus helyzet, amiből már az élet sem és a halál sem jelent menedéket, mert beláttad, hogy ebben a körforgásban minden ugyanúgy működik. Ha van test, ha nincs. És amikor nem vagy békében magaddal, amikor nem vagy harmóniában a világgal, azt hívják dukkának, szenvedésnek. És ez a lélek fájdalma. Ez a sötét éjszakáig mehet. Amikor mindegy, hogy a napban 24 óra van, és mikor kell a nap, és mikor nyugszik, mindig sötét van belőle. És a realizációnak a fénye, a belátásnak a mozdulata az, amely kivezet ebből a sötét éjszakából. És lehet itt elfogadásról, együttérzésről, bölcsességről beszélni, mindaddig, amíg egy alapvető paradigmaváltás nincs meg a lélekben, addig ezek a minőségek vagy erőltetettek, mesterségesek, képmutatóak, vagy pedig nem jelennek meg. És jobb, ha nem jelennek meg, mert az őszintébb. És most jön a tudatnak a szerepe, amikor a lélek mer tudatosodni, akkor elkezdesz látni. Szanszkitul vidja, ez a látás a célja az útnak. A felébredés, a ráébredés ennek a látásnak az aktiválásával jár. És akkor nem csak, hogy elviseled saját magadat, hanem az egyéválás tapasztalatán keresztül Megtalálod azt a harmóniát, amit szukkának, boldogságnak neveznek. A léleknek van intellektuális funkciója, érzelmi funkciója, emlékező, megkülönböztető, mindenféle működése van. És a tudatból van kétféle itt nyugaton és megkeleten is. A kicsi tudat az az elme, az a gondolkodása, a saját kis óra gerincű felpattanónk. És a nagy tudat pedig az a tiszta, tükörszerű, térszerű, nem keletkező, nem múló tudat, amelynek eredetileg nincs neve és nincs formája. És én a magam szóhasználatában egyre inkább az elmét szeretem a kicsi tudat helyére tenni, illetve az formálást ide a szívcsakrába, azért, hogy a tudatot meghagyjuk nagy tével annak, ami az ő eredeti funkciója a látás, a felébredés, az egyévválás. És ezen keresztül a helyes tapasztalás, hogy igen, az égkék, a fűzöld, csiripelnek a madarak, és itt ülünk egymással szemben. És ekkor a szenvedőből felébredett lesz. És az út az nem, hogy egyenes, az út az egy pillanat alatt oda visz. Belül nincs távolság, csak leküzdendő karma. Nincs kiírva, hogy a Buddha földjéig még 7345 km van, és menjél. Megkérdezik, milyen gyorsan érhetem el? Milyen gyorsan vagy hajlandó a ragaszkodásaidat, téves nézeteidet és hamis azonosulásaidat félretenni és megszabadulni tőlük? a lélek fájdalma sokkal erősebb, mert aki ezzel szembe került, az tudja, hogy ha nem szünteti meg, akkor a következő életébe is magával viszi. És ezért van az útnak ekkora jelentősége. Hanvas így szól ez ügyben. Csak az örökké valóságra érdemes berendezkedni. De közben mi hogyan működünk? Ekkor lehetsz a probléma helyett a megoldás. És hogyha járod az utat, akkor képes vagy utat mutatni később másoknak, hogy a saját szenvedésüket hogyan enyhítsék. És részei vagyunk ennek a forgatagnak, de nem mindegy, hogy melyik része. Hogy segítségre szorulsz, vagy segítséget vagy képes adni időle. Tehát szabadulj meg a lélek fájdalmától, nem csak azért, hogy te jobban érezd magad, hanem azért, hogy segíthes másokon. És a felébredésnek ezért is van sokkal inkább közösségi értéke az egyéni erőfeszítésen a közös gyakorlaton keresztül. Tehát az a tudatminőség, amely itt megmutatkozik, az azonnyomban kilép a társadalomba, és azonnyomban a családban, a munkahelyen, a barátok közt, és az ellenség közt megmutatja azt a minőségi különbséget, amely létrejött azt a fejlődést, amit elérhetett, azt a plusz látást, amelyből a kívánatos minőségek megmutatkoznak, és akkor rájövünk, hogy a fájdalmunkat is, és az örömünket is mi teremtjük. És ez adja meg az ember eredeti felelősségét. A nélkül, hogy ilyen mázsás súlyokat vinnél a válladon, doktrinákból, dogmákból, stb. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a kis ellentmondás, hogy Legalábbis olvastam, vagy hallottam, hogy minél jobban akarjuk a felébredettséget, annál jobban távolodunk tőle. Tehát annál nehezebb. De hogyha nem akarom, akkor, akkor nincs meg az a belső ösztönzés. Nagyon jó a kérdés. Ez az ellentmondás, ez nem kicsi. Vigyük oda vissza, hogy nagyon sokat olvasol, akkor nagyon sokat gondolkodsz. Ha sokat gondolkodsz, akkor állandóan körben forog tudat, hogy akarom, nem akarom, elérem, nem érem, vágd el az egészet. És amikor meghallod a madár hangját, akkor meglátod a padló színét, akkor ezek a gondolatok mind nincsenek. Ha akarod, hiba, ha nem akarod, az is hiba. Tedd félre. Említetted, hogy a lélek lélekszenvedését, a belátás az, ami ami meg tudja szüntetni, hogy kifejteni itt pontosan, hogy mire gondolsz, minek a belátása és a folyamat? Hát, amikor a lélek szenvedést okoz saját magának és másoknak, akkor leválasztódik arról a működésről, amit úgy hívunk, hogy darma. A darma nem pusztán szútra gyűjtemény. A darma az annak a működésnek, a törvénynek a felismerése, amely szerint ez az univerzum valójában funkcionál. De erről mi nem csak, hogy szeretünk leválasztódni, hanem szeretnénk a magunk kis egyéni mini univerzumát létrehozni, ahol másképp működnek a dolgok, mint a nagyban. Mindenki meghal csak lehetőleg én ne. Mindenki tökéletlen, de talán én mégis. És mindenki valamilyen feltételhez kötött helyzetben van, de én talán azért szabadabb vagyok. Azok az önfenntartó ösztönök, amelyek a teremtés Birtoklás, túlélés ösztöncsoportjai, ezek szükségszerűen az embert kifelé tolják ebből a törvényes, egyévált világból. És ha megnézed, az összes édenkerti mítosz erről szól. Tehát mihelyt a jó és a rossz megkülönböztető gondolkodása megszületik a tudatban, mi már más akarunk, mint ami van. Nekünk jobb kell, nekünk igazabb kell, nekünk helyesebb kell, nekünk kedvezőbb kell. És amikor erről lemondasz, és vagy hajlandó úgy működni, mint a természet, mint a világ többi része, mint ami az emberhez méltó működés, akkor ezt a kis kényelmi zónát, amit a picikek is egoitásunk keres, de nem talál, ezt feladtad. Ez az a lemondás, amiről szó van. És akkor nem szenvedtetünk senkit, magunkat sem. Tehát az egyévvállás a látás, a felébredés, ezek szép szavak. De valójában mi történik? Az történik, hogy elfogadod a világ működését úgy, ahogy van, mert megismerted a sajátodat. És megismerted azt a felelősséget, ami a szabadsággal együtt jár. És ezen belül felismered azt is, hogy mi az, ami számodra általad teremthető. De az is ezzel a törvényel, a világ törvényével összhangban van, a világ működését követi. Ez az ok és okozat kapcsolata világos. De beláttuk? Felismertük? Követjük? Úgyhogy hatalmas szerepe van a belátásnak, de ez csak a kezdet. Utána ezen az alapon megfelelő helyzetfelismerés, megfelelő kapcsolatteremtés, megfelelő cselekvés vagy működés. És ekkor rendben vagyunk. A meditáció közben azt, azt vettem észre, hogy mondjuk 20 percig, így, ö, így így minden nagyjából rendben, és utána az történik, hogy ö, ö, persze fáj a hátam, most ez egy dolog, ez várom, hogy elmúljon, vagy nem foglalkozom vele, vagy fáj, ez mindegy. De hogy van egy ilyen, ö, egy ilyen zsigeri, ö, ilyen fe, felállnék, de igazából minden sejtem, azt, azt mondja, hogy most itt valami nem, nem komfortos, és ez fizikai szinten is megjelenik, így összefeszülnek a hüvelyk ujjaim, nem tudom, a, szerintem grimaszolok is, így, talán jobb is, hogy nem látszik, de hogy, hogy ez ö, biztos elmúlik, de hogyha ha esetleg tudnál valamit mondani. Számos ötletem van, a legkiméletesebbel kezdem. <laughs> Légy <szíves. gül> Azt mondtad, hogy ez 20 perc után fordul elő. Így van? Nagyjából pontosan mindig 20. Ha látom az órát, épp azért Érte. tudom, tehát 20 perc, és utána borul. Az első Minden. nagyon fontos tanácsom, hogy ne nézz az órára. Hát csak a csukpi, mikor tudod, A csukpi nem óra. A csukpin nincs az, hogy 20 perc. De ha mégis valahogy a látóteredbe kerülne egy óra, akkor 19.59-nél indítsd újra, és ne engedd, hogy a 20 percet elérje. Ezt hívják 20 perces világkorszaknak. A hinduk azok sokkal később fájdultak meg, és akartak zsigerből felállni, tehát voltak ilyen kisebb 226 ezer éves, meg 26 ezer éves, meg egyéb ilyen rövidebb világkorszakaik, ez alatt ők is meditáltak. Tehát a moksát, a felébredést még ennyi idő alatt is el lehet érni, de maradjunk a 20 percnél. Tehát 19.59-nél reszett soha nem fog fájni semmi. Volt már, hogy 19 percen is, de hogy igazából most mindegy, most értem a viccet, de... De hogy ez ilyen nagyon, nagyon diszkomfort, és nem fizikailag. Tehát azért ez, ez ilyen... Igen? Nem, tudom igazán elmondani, de hogy... Tehát, mint egy kicsit a lelked összeborzolódott volna, és ez az a diszkomfort érzés, amit szeretnél mosolyogva elmondani nekem. Olyan, mintha összefújta volna a szél, hogy a igen, de a, akkor elejét, a lelki igen. szépen ki kell egyengetni azokat a összegubancolódott karmaszálakat. Hogyan? Nem tudom. De gondolkodsz rajta, sokkal rosszabb. Úsztál már hináros vízben? Beleérsz a hinárba, és ilyen hidegleléses érzés, és hogyha elkezdesz kapálózni, akkor még jobban rátekeredik a hinár, és hogyha teljesen agyament módon kapálózik az illet, egy teljesen világos, normális helyzetben egy életveszélyes fulladás közeli állapot lesz. Csak azért, mert elkezded kapálózni. Van belőle egy komoly diszkomfortérzés, még rápakolunk aggodalommal, félelemmel, hiányal, kivetítéssel, panaszkodással, mások okolásával, ugye? És akkor egy ilyen borzasztó fulladás közeli helyzet lesz, hogy mindenki rossz, én vagyok a legrosszabb, ez a világ szar így, ahogy van, szeretnék kiútni, de nem, nem tudok, és akkor most mit csináljak? Semmit. Maradjál meg ebben a pillanatban, és enged, hogy ezek a nagyon komoly belső göndörödések szépen kisimuljanak. Mert ha nem teszel hozzá semmit, és nem veszel el belőle semmit, akkor ezek maguktól megszűnnek. Tehát ez a csodája a nem mozduló tiszta tudatnak, hogy kiveszi az energiát a karmából mozdulat nélkül. Ezért mondjuk, hogy tessék szes tantiembe visszajönni. Ez nem kínai népmese, ez egy működő praxis visszajössz tantienbe, nem táplálod a felső csakraidat különböző energiákkal, és ez az összes ilyen belső fájdalom, meg kétség, meg meghasonlás, ez összes ilyen játék úgy, ahogy van, megszűnik. Hova teszed a figyelmed? Mire koncentrálsz? Ez dönti el, hogy mit hiszel el magadból. Semmit ne higgyél el. Mindent láss, de semmivel ne azonosulj. Ki fog egyenlítődni. Jó? Mikor gyakorolok, akkor tehát eddig a gyakorlatom során mindig a tantient figyeltem. Nagyon nagy erőfeszítést tettem, hogy ott tudjam tartani a figyelmem, és egy ideje nagyon erős feszültséget érzek a fejemben, és azon kaptam magam, hogy egyfajta koncentráció jött létre, egy ilyen automatizmus, hogy leülök, elkezdem figyelni a tantienre, és koncentrálok, de aztán egy ideje után azon kaptam magam, hogy Hát, hogy nem ennek kéne lenni, és nem tudok kilépni ebből a koncentrációból. Mindig koncentráció van, és mindig ott ez a feszültség. És belekavarodtam ebbe, hogy, hogy tudom, hogy nem ezt kéne csinálnom, de nem tudom nem ezt csinálni. Ne te koncentrálj a tantienedre, enged, hogy a tantien koncentráljon rád. Eddig, amit elmondtál, az mind homlokcsakra csakrabeli erőfeszítés. Legyártottál egy gyönyörűséges abstrakciót, és az abstrakciót szeretnéd realizálni európai, nyugati típusú gondolkodásmód. Keleten szétszedetik veled az abstrakciót, és úgy, ahogy van, tapasztalat, érzet szintjén, és ne pedig mentális koncentrációs szintjén ugye próbálkoz. Van egy koan, ami erről szól, ez a Gécsong szekere. Gécsong zenmester egy szekeret épített, amelynek mindegyik kerekében száz küllő volt. Egy napon, Szétszedte a szekeret, levette a kerekeket a tengerről, az oldalát is elmozdította. Az utolsó darabig minden, ami össze volt rakva, most szétszedett állapotba került. Mi vált ezáltal világossá? Tehát ez a koncentráció betegségére egy jókon. Ha azt mondod, semmi nem maradt, hiba. Ha azt mondod, hogy maradt valami, az is hiba. Tehát amikor tényleges tantien fókusz van, akkor kinyílik a tér, és a jelenlét erőltetés nélküli lesz. Meg tudsz maradni a pillanatban úgy, mint hogyha egy követ így letennél egy sziklára. És erőfeszítés nélkül, de szilárdan megmaradsz ebben a pillanatban. De hogyha itt elkezdünk erőlködni, abban csak fejfájás lesz, meg csalódás. No, tehát szépen le kell hozni ide az energiát, és ködökből dolgozni. Oda tedd a lélegzeted, oda tedd a figyelmed, és engedd, hogy ellazuljon ez a terület. Természetes módon egy kis hő fejlődik az alhasban, amikor megfelelően lélegzel és figyelsz. Na, az a jó kezdet. Jó? Ez meg lenni, ez a hőfejlődés. Elég erős sok esetben, de és még utána, hova megy? Ez? Hova megy? Fejlődik a Kis alhasban a hő. Ott marad? Hát mikor vége az ülésnek, akkor annak gyorsan vége szakad. Hova megy? Kérdezlek. Fogalmam sincs. Főfelé. Attól van fogalmat, hogy följön ide. Az finanszírozza a gondolkodást. Ilyenkor be kell ismét irányozni a tantiát, és kezd, és visszavinni oda a csit. Fizikai munka ezért olyan fontos. Vagy hogyha formális az elvonulás, és kevés a munka, akkor a leborulás. Az megpörgeti szépen ezt a mikrokozmikus energiakört, megfelelő irányba fordítja az energiafolyamatot, és szépen levarázslod az összes ugye, hasadó anyagot ide. Ez az egyévállás helye. Jó? De hogyha itt fönt koncentrálsz, akkor onnantól kezdve homlokcsakra csakra befeszül, néha a test remeg, meg egyéb ilyen sokkos állapotba tud kerülni, teljesen felesleges, nem old meg semmit. Az olyan minőségekre, mint bölcsesség vagy együttérzés, csak ráébne, csak ráébredni lehet, vagy pedig neveléssel is lehet őket alakítani. Mindkettő. De ráébredés nélkül nem megy. És gyerekek kicsik esetében, hogy elindítsuk őket az úton? Még nincsenek ott. Még nem elég érettek. Lehet jó irányokat kijelölni, de általában a gyermekek kérdésfeltevéseivel kéne foglalkozni, és nem azzal, hogy én mit akarok beléjük nevelni, vagy lehántani róluk. Gyakorló szülőknek a tapasztalatát idézem. Azt hitték, hogy tudják, hogy a világ miről szól, amíg a gyermekük el nem kezdett beszélni. És akkor olyan kérdéseket kaptak a gyerektől, hogy soha nem gondolták volna, hogy nem tudnak rá válaszolni. Tehát ezekre kell fölkészülni, hogy a, a gyermekednek a kérdéseire válaszolj, és hogyha van benned bölcsesség és együttérzés, akkor olyan válaszokat adsz, amelyekkel te magad is meg vagy elégedve. És nem csak elterelted vele a gyerek figyelmét. Hogy megy ez, csak nem úgy, hogy előre elgondoltuk. Ebben a pillanatban kell nagyon világosan, nagyon tisztán jelen lenni, és akkor ebből a jelenlétből, látásból következnek ezek a minőségek, amelyek pontosan annyiban adhatók át, amennyiben benned megvalósultak. Ha benned nem valósult meg, akkor nem is tud a gyereknek átadni. Semmi módon. És ezt a szülő érzi. Nem csak azért, mert a gyerek pontosan belekérdez. Tehát annyira világosan megüti a szülő karmáját, pontosan azokat a vakfoltokat hozza a felszínre, ahol te még nem fejlődtél eleget. És nem is lehet rá haragudni, hogy ekkora kis csöpség. Épp, hogy megtanult járni, kinyitotta a száját, beszél, olyat kapsz tőle, hogy az valami páratlan. Nem csak az, hogy újra rakta az életedet, mindent újra kellett írni a gyerekszülés után, azon nyomban. A napirendtől kezdve az étrendig, az életrendig, Mindent. És akkor utána elindul egy olyan mentális szimbiózis, amiről fogalmad nincs, hogy mit hoz. És ilyeneket tud hozni. És este, amikor a gyerek már lefeküdt, akkor ott nézed magad előtt az asztalapját, hogy megint nem adtam azt a választ, amit szerettem volna. Elhittem eddig, holnap milyen kérdést fog föltenni, milyen megnyilvánulással fog tanítani, mit tudok neki adni. Mit kell belőle esetleg kicsit le smirgliznem, hogy jó ember legyen? Egyáltalán mi a jó, és mi a rossz? Tehát ezek ilyen elképesztő késő esti szemlélődések, és hogyha jó a párkapcsolat, akkor apukával együtt szemlélődik ezen anyuka. A legrosszabb, amikor egyedül marad ezzel. Tehát tessék gyakorolni, mert a külső gyerek helyes neveléséhez a belső gyermek, a belső kicsi butha is kell. Jó? Azt szeretném megkérdezni, hogy helyese az az irányvétel gyakorlásban, ami nem közvetlenül az önvalóra irányul, hanem mondjuk minőségekre, bölcsességre, nyugalomra, segítőkészségre, együttérzésre, tehát tulajdonképpen eredményekre vagy megnyilvánulásokra. Hogy ez lehet-e helyes irányvétel? Egészen, egészen konkrét legyek, én nem, nem tudok a kérdéssel dolgozni, mert mert inkább csak jó ember szeretnék lenni, és nem azt keresem, hogy mi ez, hanem hogy hogy legyek jó ember. Próbáld ki, hogy a gyümölcs oldal hangsúlyozásával, a minőségek közvetlen megragadásával mire és meddig jutsz. Az a fontos, hogy gyakorolj, hogy menj az úton. Egy zen bölcsességet ajánlok ennek a margójára, a fának nincs gyökere, a völgynek nincs vízhangja. Átnéztünk egy ö, dalos könyvet, és ott a templomi szabályokat is elolvastam, kíváncsi voltam, és ö, találtam benne olyat, ahol, ahol azt írja, hogy foglalkozzon, tehát gyakorlatilag ez a lényeg, hogy foglalkozz csak a saját dolgával. Ne foglalkozz a többiekkel, ne, ne kincs ki, és igazán ebből ez érdekelne, hogy ebben nincs ellentmondás, hogy azért összesérző lény, miért tesszük, amit teszünk, de ugyanakkor ne törődjünk csak a saját dolgunkkal. A templomi szabályok más részében, ugyanabban a dalos könyvben az is szerepel, hogy segíts másokon. Emlékszel? Benne van. Nagyon jó az ellentmondás felvetése. És képzelj el egy több száz, néha több ezer fős kolostori közösséget, ahol mindenkinek túl sok ideje van világos, hogy egymással kezdenek el foglalkozni, ki mennyit vett, ki milyen vasalt ruhában jár, ki kivel beszélget, tehát ellenőriznek, kombinálnak, kivetítenek, stb. Na, ez az, ami, hogy csak a saját dolgoddal törődj. És ne szólj bele a másikéba, annak megvan a saját dolga. De az, hogy légy udvarias, tiszteld a nálad idősebbeket, szeresd a fiatalabbakat. Tehát ezek nagyon fontos maximák, és ez hogy segíts másokon. Tehát a közös gyakorlattal, a közös munkával, az életrend közös megtartásával tudsz segíteni másokon, de ne ásd bele magad mások dolgaiba, és ne akar tudni olyasmit, ami nem a te dolgod. És akkor tiszta lesz, és tevékeny, és normális. Nem könnyű, tudom. Egyéb kérdés? A szorongásról szeretnék kérdezni, hogy ha már valameddig eljutottam abban, hogy tisztán és talán bölcsebben lássam a dolgokat, de a tárgy nélküli szorongás még mindig. Tárgy nélküli szorongás? Azt kérem. Azt ide, ide szeretném kérni a tenyerembe, elviszem bevizsgálásra. Van? Amikor nem tudom az okát. Az más? Nem tudod az okát, de mégis van, különben nincs min szorongani, nincs miért, nincs kiért szorongani. Olyan van, hogy bedugom a fejem a kis homokba, mint a stuc, és köze pedig remeg a lábam. Ilyen van. Ilyenkor kérdezd meg, hogy mi ez, honnan jön. Nagyon fontos, valami rusnya nagy karma felüti a fejét a lélek vadaskertjében, és fogod magad, és rákérdez, hogy mi ez, honnan jön, aztán viseld el a választ. De az eredeti kérdés, amikor él Hadú Kínail Huató, az arra irányult, ami megismer. Hatodik pártjárka, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ez az alapkérdés. Ez az alanyi kérdés, a tárgyatlan kérdés. És ezzel nagyon sokan, több millióan meditálnak a mai napig, és érnek el pillanatról pillanatra tisztátudatot. Igen, ám csak. Van, amikor akkora akadály merül föl, hogy agyonnyomni látszik, és akkor megfordítjuk a kérdést, és az alany helyett a tárgyra irányul, úgy hangzik, ahogy az előbb, mi ez. De akkor van tárgya. És rá is kérdezhetsz, hogy honnan jön. Ekkor, hogyha elviseled a választ, akkor szépen kinyílik a kérdés, és megmutatja azt, amiből táplálkozik. Megmutatja a karma a saját táplálékát, és azt is, hogy ő mit táplál. Ezt egy ideig szóban belül, vagy verbálisan föl kell tenni, de egy idő után a tudat aktiválja a saját öntisztító mechanizmusát, és verbalitás nélkül megy. Azon észreveszed, ok és okozati környezetben látod, és a helyes irányba fordítod. Tehát azt, hogy szorongok valaki vagy valami miatt, az átfordítható abba, hogy hogyan segíthetek. És rögtön elment a szorongás, és rögtön cselekvővé vált az egész. Úgyhogy a tárgyas kérdés az ilyenkor nagyon hasznos. Figyeld meg a karmikus udvarát, a hálózatát annak, ami elszigeteltnek látszik, mert ugye a túlélő, túlélő reflexeink azok elszigetelik a rosszat, és megpróbálják elterjeszteni a jót. És ezzel több kárt csináltunk ezen a Földön, mint valaha. Nem látjuk meg a karma valódi működését, nem engedjük a traumáinkat visszaintegrálódni a tudat folyamába, nem látjuk meg a helyes ok és ok okozati működést, és ezáltal felszabdaljuk magunkat, és nagyon hamar a környezetünket is. Kis nullákra, egyekre, jóra, rosszra, szeretem, nem szeretem. És nem tudod egységben látni. Úgyhogy mi ez? Honnan jön? És engedd meg, hogy megmutassa a saját okozati mátrixát, azt a hálózatot, amiben van, amiben él. És kiderül, hogy semmi gond nincs a világgal, csak te magad nem láttál valamit jól. Te magad rávetítettél valamilyen duális filtert, valami jót és rosszat, amit elvártál, vagy amitől féltél, amit szerettél, vagy nem szerettél volna, és akkor attól lett olyan, és felfedezed a saját kezedet, a saját tudati tevékenységedet az egészben. És akkor, ha ezt megszünteted, akkor az jelenség visszaintegrálódik a normalitásba, és te is visszaintegrálódsz a normalitásba, és nem szorongunk állandóan, nem remélünk, megfélünk, félünk, meg remegünk, hanem normális, világos, tudatú emberként tudunk élni. Ez sokkal nagyobb dolog, mint amennyire ez kiderül a beszédből. <laughs> ez munka. Úgyhogy én kívánom, hogy mindenkinek szűnjenek meg a szorongásai és lélekfájdalmai a megfelelő úton. Honnan tudod, hogy a megfelelő úton szüntetted meg? Onnan, hogy nem fordul elő ismét. Ha nem megfelelő módszert alkalmaztál, akkor más alakban a lélek szenvedése ugyanúgy megjelenik. És ugyanolyan őszintességgel föl kell ismerni, sőt, mélyebb őszintességgel, mint korábban. Úgyhogy a buddha a négy nemes igazsággal lerakta a tan alapjait, amikor megnevezte a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját. És a később, olyan 15-20 évvel később, a meghaladó bölcsesség tanítással, amely nagyon sok szutrában olvasható, de most az avatam idézem, amely magyarul a virágfűzér szutra. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor tekintsd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt, ebben viszont van egy csapda, az értés nem elég, a tapasztalat kell. Te tapasztald meg, hogy a világegyetemet a tudat teremti, olyanná, amilyennek te tapasztalod, és ez a te tudatodon múlik. Ezért remélem, hogy mindannyian elérjük a tiszta tudatot, felébredünk összes káprázatunkból, és megszabadítunk minden a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!